Fontos kérdéseket hoz az energiaválság Európába. Az orosz gáz kiváltása korántsem olyan egyszerű, mint ahogy azt sokan gondolták korábban. Az Unió több lehetőséggel is próbálkozik, de ezek együtt sem képesek teljesen helyettesíteni az orosz gázt. Az Unió jelenleg egyébként 155 milliárd köbméter gázt importál Oroszországból évente. Ha pedig a fogyasztás egyáltalán nem nőne, akkor is maximum 102 köbm, milliárd köbméter kiváltására lenne lehetőség. Balázs. Köszönjük szépen, itt van velünk Litkei Máté, a Klímapolitikai Intézet igazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok. Azt mondják a szakértők, hogy Európát télen energiahiány fenyegeti, nem feltételes módban, hanem így kijelentő módban, és azt mondják, hogy ez különösen akkor lett igaz, hogyha a kínai, a hideg időjárás a kínai gazdasági kereslettel egybe fog esni. Ez valóban igaz, és lesz gáz télen Európában, vagy ironikusan mondhatnám azt, hogy gáz lesz? Igen, uh, alapvetően a piacokat jel uh, most a, a hiány jellemzi, és ez várhatóan nem fog változni a térre vonatkozóan sem. Az előrejelzések szerint, ahogy önkéntesen is már több ország elkezdte felmondani a gázszállításokat, egyre inkább állnak át például Németország is a földgáz földgázszállításokra. Viszont a cseppfolyós földgáz piacon a 2022-es évvég előrejelzések szerint már nagyobb lesz a kereslet, mint a globális kínálat. Magyarán elő fog fordulni, az, hogy egymásra licitálnak a vevő országok, és a nagyobb ö, gazdasági potenciállal rendelkező országok föl fogják vásárolni a többi ország elől ezeket a készleteket. Uh, nyilvánvalóan itt előnyben részesülnek azok az országok is, akik hosszú távú szállításokkal rendelkeznek, ezeknek az aránya pedig Ázsiában jellemzően magasabb, mint az Európai Unióban. Magyarország is ilyen, ugye? ugye hosszú távú gázszállítási szerződése van Oroszországgal, tehát ezt is akartam kérdezni, ha már itt tartunk, mi a helyzet velünk? Uh, nálunk az ellátás látszik. Van egy 4,5 milliárd köbméteres éves gázszállítási lekötésünk Oroszország irányába, és további jó hír, vagy jó fejlemény, hogy ez a szállítás ez nem Ukrajnán keresztül történik, jelentős mértékben 3,5 milliárd köbméter délről érkezik Szerbia, Szerbia irányából, és nagyjából 1 milliárd köbméter pedig kiskerülővel Ausztria irányából. Ez azért jó hír, mert az elmúlt időszakok háborús fejleményeiből láthattuk azt, hogy veszélybe kerülhetnek ezek a szállítások, amelyek Ukrajna irányából érkeznek. Ezek most sem a háborús tevékenység következtében, sem pedig egy esetleges ukrajnai közbeavatkozás miatt nem veszélyeztetett szállítások a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője azt mondta, hogy elképzelhető egy olyan forgatókönyv, hogy korlátozni kell majd például az ipar ágaknak az energia ellátását, a gázszállítását, vagy gázfelhasználását. El tud képzelni egy ilyen forgatókönyvet, és ez mire vezethet ez? Természetesen el tudok képzelni, és ezt nem csak ilyen képzelem el, hanem vannak ilyen vészforgatókönyvek több európai tagállamban is. Például Németország esetében már több hónapja ismert az a vészforgatókönyv, hogy a fogyasztókat milyen sorrendbe kell kikapcsolni a rendszerből, ahhoz, hogy a lakossági fogyasztók ellátását biztosítani tudják. Magyarán ezzel az esetőséggel mindenki számol. Az, hogy ez miért következik be, van, aki jellemzően nyugat-európai országok, az orosz oldalon történő gázcsapelzárást tartják valószínűnek. Ez azért kevésbé tűnik egyelőre egy, egy valós forgatókönyvnek. Oroszország eddig minden szállítást teljesített, amely a feltételeknek megfelelő volt. Sokkal valószínűbb az, hogy egész egyszerűen piaci szűkület fog kialakulni a kínálati oldalon, magyarán nem lesz fölvásárolható mennyiség. Németországot említette, és jó, hogy őket említette, mert ott már elkezdődött, úgy fogalmazott a sajtó egy része a radiátorok lecsavarása. A kormány azt mondta, vagy arra kérte, felszólította az embereket, hogy legyenek energiahatékonyak, tehát használjanak kevesebb energiát. Ez nem meglepő, ezt több nyugat-európai ország vezetőjétől hallhattuk az utóbbi napokban, hetekben, hónapokban. Erre mondja azt a Nemzeti Környezet és Természetvédelmi ö, Szövetségnek a vezetője, hogy hát ez kevés lesz. Mert az emberek ezt vagy betartják, vagy nem és hogy ő például azt javasolja, hogy 10%-ban, 10%-os törvénybe foglalt energiatakarékosságra kéne kötelezni a német embereket. Igen, az egyik probléma ezzel az, hogy alapvetően az országoknak és az államoknak a célja az a saját lakosságának a jólétének a fenntartása, illetve annak a növelése kellene, hogy legyen. Tehát az ellátási biztonság a fenntartása, illetve a fogyasztói igényeknek a fenntartása, a kielégítése kellene, hogy az elsődleges cél legyen. Most azt látjuk több európai ország részéről, hogy a háborús cselekmények hatására, mint hogy ezek a célok háttérbe szorultak volna. Először környezetvédelmi okokból jelentek meg ezek a gondolatok, azokat nem igazán vette senki komolyan. Tehát az a csavarjuk le a fűtés, és mossunk kevesebbet és hasonlók. És most ugyanez az agenda megjelent a háború kapcsán is, most viszont egy teljesen más morális arapra helyezve. A kérdés az az, hogy Európa hogyan tekint magára, ebbe a háborúba háborús félként akar részt venni, és meg akarja nyerni a háborút, mert ebben az esetben nincs az az ár, amit ne lennének hajlandók megfizetni, vagy pedig be akarja fejezni ezt a háborút, és amennyire lehet távol akar maradni. Ebben az esetben viszont a cél az kellene, hogy legyen, hogy a lakosságnak a jólétét azt amennyire lehet Így van, tehát van egy ideológia vagy politikai része ennek a dolognak, és van egy gyakorlati, kvázi lefordítva, hogy megfagyunk-e. Nos, az Európai Unió évente 155 milliárd orosz gázt használ fel. Itt. És a szakértők számoltak, osztottak, szoroztak, és azt mondták, hogy nagyjából rövid távon ennek a kétharmadát lehetne kiváltani, de ehhez kéne ugye foszilis energia, például fűtőolaj, szén, satöbbi, amivel viszont a kitűzött klímacélok nem passzolnak. Rövid távon egyáltalán ki lehet váltani az orosz gáz, meg mit nevezünk rövid távnak? Hát, hogyha megnézzük a legnagyobb európai gazdaságok ipari szereplőinek a nyilatkozatait az elmúlt időszakban, és most megint csak utaljak Németország esetében, ott több energetikai vállalat vezető, illetve vezető politikus maga a kancellár is nyilatkozta, hogy rövid távon nem, tudja, nem tudnak leválni az orosz gázszállításokról Ország a háború előtt 55%-ban volt kitéve az orosz gázimport irányába, sikerült csökkenteni 35%-ra, de már most vannak nagyon komoly fennakadások, amelyek nehezítik a gazdaság szereplőinek a működését. A további csökkentés az már erőn fölüli terheket róna a német gazdaság szereplőire, és magukra a német lakosokra is, így ez rövid távon nem tűnik megvalósíthatónak. Amit az Európai a júnió uh, kitűzött, az egy köz, inkább nevezhető középtávú célnak, ez egy 2027-es leválást jelent, tehát ami öt 5 év, év. 5 év, és ez viszont elegendő időt adhat az oroszoknak is, hogy a szállításokat egy másik irányba, jellemzően uh, Kína és India irányába tudják átcsoportosítani. De mennyi idő kellett, tehát akkor öt év kellett ahhoz, hogy ki lehessen váltani a gázt mondjuk egyéb uh, erőforrásokkal? Milyen erőforrásokra uh, lehet itt elsősorban gondolni hát egyébként? Alapvetően a gáz lehet gázzal is helyettesíteni ez Igen, érkezik. de mondta, hogy az LNG gáz például egyre drágább lesz, mert meg fogják emelni az árat. Egyrészt egyre drága, drágább, másrészt pedig kell fogadó infrastruktúra, tehát ez LNG terminálokra is van szükség, itt Németország többet is fog építeni. Négyet akart. E, építeni. Így, van, három-öt éves időtáv van, tehát hogy itt is látjuk, hogy az azonnali leválás azért problémákba ütközik. Igen, az alternatívák azok jellemzően az olaj, de hogy ebben, is, ebben az energiahordozóban is szűkösség van most jelenleg a piacokon, és nem is nagyon várható, hogy a, a nagy olajexport, exportőr országok jel, jelentősen növeljék a kitermelést. Ezt láttuk az energiaválság kezdeti szakaszában, ahol például Joe Biden felszólította az OPEC országokat, hogy fokozzák a kitermelést, nem tették meg, és erre minden racionális okuk meg is volt, hiszen elképesztő profitot tudtak realizálni ezen idő alatt. És a, igen, a szén lehet még egyfajta alternatívája itt az energiahordozóknak. Ezzel viszont az a nagy probléma, hogy a legnagyobb üvegházhatású gázt ez, a, ez az energiaforrás produkálja. Viszont Viszont vannak olyan országok, ilyen például Lengyelország is, aki önállátó tud lenni e tekintetben, és a lengyelek nem véletlenül sürgetik a leválást minél hamarabb az orosz energiahordozókra, hiszen ez együtt járna azzal, hogy az Európai Unió szinterén ők érvelhetnének, hogy miért nem kell bezárni az ő bányáikat és erőműveiket. Hát úgy könnyégen, hogyha van ilyen energiaforrásunk, és azt tudjuk használni, mert van bele engedélyünk. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen.